Sziasztok, kedves AVTV nézők! Kezeim között kaparintom éppen ezt a fejhallgatót, melynek kicsomagolásának pillanatait megosztjuk vele tek ezekben a percekben, itt most az AVTV-ben. Úgyhogy legyetek résem, rögtön kezdünk. Nettó 8 másodperc. És egy táska. Mert hogy a Sennheiserék annyira figyelmesek, hogy szokásukká vált ilyen kis mindenféle stílusos tatyiknak a melléklete, amik nem minden esetben prémium minőségűek, különösen akkor, hogyha egy középkategóriás termékről beszélünk, de maga a tény, hogy jár a termékhez, semmiképp sem negatívum. Van benne ilyen kis háló, amit bele tudjuk tenni. Bocsánat, hogy itt dobálózok. Ugyancsak mellékelt kábeleket. Holott ez egy vezeték nélküli fejhallgató, de azért kapunk hozzá egy jack és egy micro USB kábelt. A micro USB-t ahhoz, hogy tölteni tudjuk, a jacket pedig ahhoz, hogy ha éppen nem tudjuk tölteni, akkor hallgatni tudjuk. Logikus. Na és akkor itt van ez a táska, amiben a kis összehajtott Sennheisert bele tudjuk tenni, és akkor semmi helyet nem foglal, és mehetünk, ahova akarunk, hiszen ez egy travel fejhallgató. A szépség, melynek neve egyébként, ha kíváncsiak vagytok rá, HD 4.50 BTNC, egy fülköré fekvő kialakítású, elsősorban utcai használatra, illetve utazáshoz optimalizált, erős középkategóriás fejhallgató. Korábbi adásunkban bemutattuk nektek a PXC550-et, amely inkább egy prémium kategóriás utazós fejhallgató volt. És még ebben a videóban egyszer-kétszer meg is fogjuk azt a típust említeni, hiszen annak egy egyszerűbb testvéréhez van most szerencsénk. És itt jól látható az, hogy a Sennheiser kompromisszumokat is csak óvatosan vállal annak érdekében, hogy a felhasználó ne legyen csalódott, és hogy a termék továbbra is a maga kategóriában jónak nevezhető maradjon. Szóval, mit kapunk ezért a körülbelül 60-65 ezer forintos LC-duláért cserébe? Egyrészt megkapjuk ugyanazt az ergonómiát, dizájnt, kivitelt és anyagminőséget, amelyet a HD 4.30i, illetve 4.30G vezetékes Android, illetve iOS fejhallgatók esetében megkaptunk. Tehát egy ilyen modern, kicsit momentum-szerű dizájn, egyértelműen fülköré fekvő, nagyon lágy tapintású párnákkal. Itt szeretjük ezt a lágy tapintást, ezt a kellemes érzetet, ez a jó. Viszont az anyagminőség az nem a legtökéletesebb, noha nagyon jó. Gondolunk itt most a párnákra, ugyanis hát ti ezt most nem biztos, hogy látjátok, de majd beteszünk ilyen közeli fotókat. Ez egy ilyen gumis, műanyagszerű, vastag műbőr, ami vélhetőleg bírni fogja az idő próbáját, viszont ha nyár van, és ezt felvesszük, akkor a bőrünk 3 másodpercen belül elkezd egy kicsit úgy fülledni, izzadni, és ez nem annyira jó a komfort szempontjából. Ettől függetlenül a HD 4.50 BTNC objektíven és szubjektíven is elmondhatjuk, hogy abszolút kényelmes fejhallgató. Na de mit tud az eszköz túl azon, hogy elfogadhatóan néz ki, nem is annyira kényelmetlen, sőt egész kényelmes és vezeték nélküli? Itt az igazi szakértelem, ami megmutatkozik a gyártó részéről, az egyrészt a hangminőségben mutatkozik meg, másrészt pedig a szolgáltatásokban. A Sennheisernek az egyik technikai védjegye, sajátossága ez az úgynevezett Noise Guard technológia. Más fejhallgatók is léteznek aktív zajszűréssel, de tény és való, hogy a Noise Guard az egyik legjobb ezek között. Mit is csinál a Noise Guard? Elmondjuk röviden, ha esetleg most frissen iratkoztatok fel csatornánkra, vagy hogyha még csak tervezitek, akkor legyünk informatívak. Szóval a Noise Guard az egy aktív zajszűrő technológia, ami azt csinálja, hogy a külvilág zajait szépen lecsökkenti egy olyan szintre, amit mi szinte csendként fogunk megélni. És ez nagyon jó,
De miért jó? Hát azért jó, mert a külvilág nagyon hangos, csak ezt sokan nem is veszik észre, mert hozzászoktak. Mi ezt a füles már igazából használtuk. Kipróbáltuk például a metróperonon, 4-es metróállomás, és ahogy fölveszed, bekapcsolod, hirtelen olyan érzése van az embernek egy pár másodpercig, mintha megsüketült volna. És ez az érzést, ezt nem lehet megszokni. Természetesen nagyon jó érzés, csak még mindig meglep minket ennek a technológiának a hatékonysága, holott már jó pár noise guardos fülest kipróbáltunk, de továbbra is azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog, már csak emiatt is előny, ha valaki egy ilyen eszközt használ, vagy birtokol. Tehát a noise guard nagyon jó, akkor is, hogyha épp nem hallgatunk zenét, egyszerűen csak bekapcsoljuk, és olyan nyugtató érzés lesz. Ettől függetlenül persze nyilván sokan arra kíváncsiak, hogy mi a helyzet a Bluetooth-szal, meg úgy a kezeléssel, mert hogy nem sok gomb található rajta egyébként, de igen, van rajta pár gomb, itt vannak szépen felsorakoztatva az alján neki, és elsőre ilyen furcsának, meg logikátlannak tűnhet, meg semmi sincsen jelölés vagy felirat, hogy akkor melyik mire jó, elő kell venni a használatot és meg kell ismerkedni vele, amúgy nem annyira bonyolult. Megkapunk jó pár funkciót, hangerő fel és le, zeneváltás, zene beletekerés, hívásfogadás, hívásvárakoztatás, illetve az aktív zajzűrést is tudjuk ki, illetve bekapcsolni, viszont nem lehet több fokozatban állítani a zajszűrés mértékét úgy, mint a PXC550 esetében. Ez egyfajta visszalépés a nagy tesóhoz képest, de ne feledjük, ez a füles majdnem felébe kerül a nagyobbik tesónak. A beépített Bluetooth, mint ahogy már korábban sokszor elhangzott, nem tudja felvenni a versenyt a vezetékes megoldásokkal, viszont érezni azt, hogy a Sennheiser nem valami gagyi hangszorút tett bele a termékbe, kellemesen szól, egy fogyasztható, kiegyensúlyozott hangot kapunk, ami lendületes, dinamikus, hosszú távon is hallgatható, nem fárasztó, kicsit puha összhatással, egy összességében elfogadható karakter, ami nagyon jó mindenféle modern zenékhez, nyilván aki az akusztikus és jazz darabokat szereti, az elképzelhető, hogy az ő érzékeny zenei hallása egyes részleteket nem fog megkapni a már jól ismert felvételektől, de hát a Bluetooth már csak ilyen. Tehát akkor vegyük át még egyszer röviden és tömören, hogy mik szólnak a HD 4.50 BTNC mellett. Ezek egyrésztről a vezeték nélküli kialakítás, ami visszalépést jelent a vezetékes megoldásokhoz képest, viszont ad egyfajta szabadság, érzetet és kényelmet. A komfort az összességében jónak, illetve nagyon jónak mondható, nem a legtökéletesebb, de tény is való, hogy ez egy kényelmes fejhallgató. A zajszűrés passzív és aktív módban is tényleg teljes mértékben megfelelő, sőt, ha bekapcsoljuk a noise guardot, akkor nagyon szuper. Illetve még egy másik, elsőre talán nem olyan fontos szempont, hogy a beépített akkumulátor körülbelül 20 órányi üzemidőt képes nyújtani, ami ebben a kategóriában még jónak számít, ha éppen nem a legjobbnak. Ez tehát röviden és tömören a Sennheiser HD 4.50 BTNC. Hogyha az lenne a kérdés, hogy mi tudjuk-e ajánlani ezt a fejhallgatót, persze, hogyha valakinek van rá pénze, és hogyha egy ilyesmi megoldást keres, ami összességében egy fogyasztható hangot produkál, nem egy ultra high-end kategória, de jó hallgatni, és munkanapokon egy utazós partnerként lehet használni, teljes mértékben lehet vele telefonálni, egy nagyon jó kiegészítő, ez nem csak egy fejhallgató, hanem egy olyan eszköz, aminek elvéletileg jobbá kéne tennie a sokat utazó emberek hétköznapjait, és erre szerintünk megfelel. Az anyagminőség is ebben a kategóriában jónak mondható, illetve a PXC 550 az megadott egy olyan ihletforrást a gyártónak, amiből tudták azokat az eszközöket egy jóval olcsóbb kategóriában is alkalmazni. Másfelől, hogyha valakinek nincsen például szüksége az aktív zajzárra, de a Bluetooth-ra igen, akkor létezik egy csak simán Bluetooth-os verzió, aktív zajzár nélkül, illetve hogyha valakinek összességében csak erre a dizájnra van szüksége, és ha az önmagában is jó passzív zajzárra, akkor a HD 4.30i, 4.30G az is egy nagyon jó fejhallgató, és körülbelül fele annyiba kerül, mint a kezemben lévő típus. A HD 4.30-ról készült videót némileg korábban vissza tudjátok keresni a YouTube csatornánkon. Most pedig elköszönünk! Reméljük, hogy tanultatok majd videónkban is, és hogy tudjátok majd hasznosítani ezt a tudást, amit átadtunk nektek.
és hogyha esetleg van olyan HD, vagy nem HD, Sennheiser fejhallgató, amire nagyon kíváncsiak vagytok, és szeretnétek, hogy bemutassuk nektek egy következő epizódban, akkor írjatok kommentet, és megpróbálunk segíteni, hiszen azért vagyunk. Sziasztok!